Eljött a várva várt pillanat. Placido Domingo korunk élő legendája, a világ legismertebb énekese karmestere szerdán Győrbe érkezett, hogy próbáljon meghívott vendégeivel, valamint a Győri Filharmonikus zenekarral a pénteki Dunakaputéri Hála koncertre. A mester ezzel a nemes gesztussal szeretne köszönetet mondani a világ valamennyi egészségügyi dolgozójának, a COVID-19 járvány ellen vívott áldozatos munkájáért. We knew how much they did, all the workers, you know. Miután családommal együtt megszenvedtük a súlyos járványt, a Jóisten akaratának és az egészségügyben dolgozók emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhetően felgyógyultunk belőle. Szeretünk volna köszönetet mondani a világ orvosainak, ápolóinak és mentőseinek. Hálás vagyok a szervezők munkájáért és vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagy öröm együtt énekelni Adelával és fiammal. Csodálatos a Győri Filharmonikus Zenekar. A profi társulatot munkatársam Eugene Kohn vezényli. Fantasztikus lehetőség, hogy pár napot itt tölthetünk, és megismerhetjük csodálatos városukat. A Győri Filharmonikus Zenekar kipihenten és felkészülten érkezett a szerdai próbára. A művészek az elmúlt hetekben sem feledkeztek meg hangszerükről, gyakoroltak, hiszen az augusztussal megkezdődött az új évad is. Érzelemdús, igazi örömteli kikapcsolódás vár mindazokra, akik részesei lehetnek a pénteki 2 órás gála koncertnek. Placido Domingo Győri jelenléte természetesen mindenünk számára egy ünnep, hiszen oly régóta vannak Győrben az ő nevével fémemzett operália koncertek, amelyen egyébként személyesen még soha nem tudott jelen lenni. Ellenben volt olyan, hogy videóüzenetet küldött nekünk, most végre személyesen is itt van, és szerintem nagyon klassz koncert fog belőle kerekedni. Már ismerem a műsort is, úgyhogy felhőtlen szórakozás lesz belőle. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Verdi muzsikája megtöltötte a Richter termet. A pénteki gálakoncerten népszerű operáriák, operett és zarzuéra részletek szerepelnek. Az esten bemutatkozik az Operália énekverseny 2017-es győztese, Adéla Zaharia szoprán, valamint Balázs Piri Soma zongorista. Érdekesség, hogy a mester dirigálásával hangzik fel a Virtuózok műsor főcímzenéje, melyet fia Placido Domingo Junior komponált. Felhívjuk figyelmüket, hogy a koncertre érkezők ülőjeggyel a Móricz Zsigmond rakpart felől, illetve a Teleki László és a Bástya utca sarka felől érkezhetnek a Dunakaputérre, állójeggyel pedig a Jedlikányos út felől engedik majd be a látogatókat.